Mekkora baj a Vasasnál? A pontok tekintetében természetesen nem kezdtük jól a bajnokságot, nem érzem akkora tragikusnak eddig eltelt mérkőzéseket. Természetesen nagyon várjuk már, hogy sikeres mérkőzésen legyünk túl. Bízunk benne, hogy a mai mérkőzésen lényegesen jobb teljesítmény nyújtunk, egyénileg és csapatszinten is, és akkor megjön a várovárt siker. Azért is kérdeztem, mert a győri meccset nézve, a győr elleni meccset nézve nem tűnt olyan rossznak a Vasas játéka, csak ugye a helyzeteket nem rúgta be a csapat, és ilyenkor lehet egy kicsit déjà vu érzése az edzőnek. Abszolút így van, ez pont olyan mérkőzés volt, és szoktuk viccesen mondani ugye a futball nyelven, hogy a 0-0-ás meccsekre hogy lehetne fordítva is, de most annak ellenére, hogy 0-2 volt, ez tényleg lehetett volna teljesen fordítva is, hogy 2-0-ra mindnyerjük a mérkőzést. Viszont hát a futballban nagyon fontos, hogy a helyzeteket kihasználni, meg volt a lehetőségünk a 9. percben egy 100%-os zicsert hagytunk ki. Nagyon fontos lenne a mai mérkőzésen, hogy ezt úgy kezdjük a találkozót, hogy mi tudjunk vezetés szerezni. Viszont azt, hogy a két új szerzeményt, Remili Mohamedet és Vég Zoltánt rögtön a csapatba állította, azt sokan úgy értékelik, hogy ez ilyen utolsó szalmaszálba kapaszkodás. Én nem úgy érzem, én úgy gondolom, hogy egy minőségi játékosról van szó mind a két játékos esetében. Vég Zolit ugye nem kell bemutatni, egy nagyon-nagyon rutinos játékos, és milyen a sors, már őt tulajdonképpen nyáron akartuk, hogy az Újpest odaérkezésében már előtte érkezzen hozzánk. Ez nem úgy sikerült, egy kisebb kanyarral jött Angyalföldre, de nagyon bízom benne, hogy ő egy minőségi megoldás lesz. És Remili Mohameddel kapcsolatosan is úgy láttam az edzés után, hogy igenis olyan állapotban van, hogy be lehet állítani a kezdő csapatba, és a csapatnak a hasznára lehet. Igen, hát Vég Zoltán rutinos kapus, de múlt valami a kapusokon a Vasas meccsein? Itt a győri mérkőzést, ahogy az előbb beszéltük, igazából Tulipán Ákos úgy érzem nem hibáztatható. Ott nagyon-nagyon jól teljesített, és két bravúrja is volt, még a két bekapott gólról pedig nem tehetett. Ennek ellenére viszont, mivel fiatal a belső védelmi kettős, nagyon fontos, hogy olyan játékos legyen a kapuban, aki tudja őket irányítani, és egy pici rutin érkezzen így a csapatba. Nem is rossz az. Ha villám hozzáért volna, akkor veszélyesen alakulhatott volna a dolog. Visszajön Lázok irányába, Lázok fejjel oldaláló. Dobrics. Lázok. Nem engedhetik, hogy beforduljon, de befordul. Lackó. Dobrics. Most jöhet a beadás. És jön is. Lepatta, még mindig ott van. Szűcsnél a labda. Szűcs! Sikerül-e középre adnia? Csak így. Piller. Csernyánszki. Lázok rúgja. Hűha. Ezt alaposan elnézték a paksi védők. Villámgólt szerezhetett volna. Remili. Nagyszerű cselek. Remili akár lőheti bizonyám. Likon már nem mehet nagyrössel rámenni, mert akkor jön a csell. Így van. Szabadrugás. Egyszerűen képtelen megfogni Nikolov Balázs Remili Mohamedet. Lázok szabadrugása jön, 38. perc. Jó volt az, és gól! Megvan a vezető találat. Teljesen megérdemelte Remili Mohamed, a mezőny eddigi legjobb embere. A kölcsönjátékos Újpestről érkezvén rögtön első mérkőzésén gólt szerez a Vasasban, és nagyon jól is játszik. 38. perc, tehát 1-0. És hogy örül neki? Teljesen érthető módon. Szépen íveli be Lázok. Egyet lép hátrafelé Remili, és ott már Csernyánszki is csak nézi, hogy bemegy a labda a hosszúba. Szép fejes gól, és vezet az angyalföldi csapat. Szabó maradt le. Jó felperdítés, Lackó. Itt még mindig helyzet lehet, és mellé megy. Dobrics. Remili. Úgy még helyzet lehet, Dobrics lőhet, kapufa, és kipattan a labda. Most már próbálkozzon Piller. Ez itt álló háború. Piller azért valahogy begyötri, és egy lövőhelyzet, gól! Remili duplája! Hát itt kérem, Gellei Imrének meg kell majd fejteni egy-két dolgot, hogy Piller abból a helyzetből hogy tudott úgy
kikeveredni, hogy beadhassa, és hogy maradhatott teljesen üresen Mohamed Remili a másik oldalon. Ezek itt megfejthetetlen dolgok. Na de beszéljünk inkább a pozitívumokról. Remili Mohamed második gólját szerzi a Vasasban az első mérkőzésén. És nagyon érett ez a gól, megérdemelten lett 2-0. Nézzék meg Pillert, Szabó nem bántotta, itt pedig mindenki behúzódik. Remili kapásból elvállalja, mutatja is Csernyászki, gyerekek, hát hogy maradhatott ennyire üresen Remili? Jó kérdés, a válasz a kapuban. Balog indít, belógott a túloldalon egy játékos, ezért nem volt les, ott az újabb lehetőség, 3-0. Tivics is betalál. Nagyon jól cserélt Mészői Géza. Érezhető volt, hogy erre számít a mester. Behozta a friss csatárt, aki gólt is rúg. Vasaspaks 3-0. Ki hitte volna ezt? Két forduló után bárki is. Már fölállna kezdéshez a paksiak. Nekik nem tetszik a Vasas játékosok ünneplése. Itt láthatjuk, hogy miért nem volt les. Belógott Horváth Levente. Ez pedig egy nagyon nagy passz középre. Lázok és Divics. Szenzációs támadás után megvan a harmadik hazai gól. Nem tud lövőhelyzethez jutni. Horváth. Lövőhelyzet, gól! Megvan a szépítő találat. Ilyen bemutatkozásról álmodik minden játékos. Így van, így van. Mondjuk nem gondoltam volna, hogy két gólal egyből. De... Azért nem bánod. De nem bánom, így van, jutólag nem bánom. Ez nagyon sokat arat úgymond az önbizalomnak, mert az előző fél szezonban az Újpesten nagyon kevés játék lehetőséget kaptam, de ennek nagyon örülök, hogy az első mérkőzésemben így tudtam bemutatkozni. Ilyenkor mi jár egyébként a fejedben, amikor küzdesz, harcolsz a labdákért, az megfordul a fejedbe, hogy, hogy az Újpestbe szeretnéd magad visszaverekedni, vagy ilyenkor az eszébe se jut a játékosnak? Nem, a szerződés aláírásomkor egyáltalán nem jut ilyen ilyesmi az eszembe. Ilyenkor erre az egy évre úgy hajtok, hogy Vasas játékos vagyok, az nem számít így, hogy csak kölcsönben vagyok. Ennek nagyon örülök, hogy az első mérkőzésen így tudtunk bemutatkozni. Sokat köszönhetek a csapatnak is, hogy egyből be tudott fogadni. Mi pedig neked köszönjük, hogy ide fáradtál, miközben a csapat ünnepel, és akkor megkérem Gellei Imrét, a Paksiak vezetőedzőjét, hogy fáradjon ide mellém. Mésző Géza érkezik, a Vasas vezetőedzője. Hát ami eddig nem sikerült, ugye megvoltak a helyzetek, én arra gondoltam, hogy talán a Vasasnak csak egy jó támadó kéne, aki ezeket befejezi, akkor megvan? Természetesen nagyon örülünk neki, Remili Mohamed nagyon-nagyon fontos gólokat szerzett, hihetetlenül kellett. Én azt hiszem az első az nagyon-nagyon fontos volt, amit nagyon vártunk, már lélektanilag megdobta a csapatot, de a csapat sokat is tett, úgy érzem, ezért a győzelemért akarta nagyon ezt a sikert. Igen, és hát ráerőltette a Vasas az akaratát a Paksra, hiszen Csernyászki Norbert a szünetben elmondta, hogy ők szerették volna ezt csinálni, nyomás alatt szerették volna tartani a Vasast, és gyakorlatilag fordítva történt. Igen, hát nagyon kellett, hogy megjön az első gól, és utána valóban volt már több lehetőségünk, és hál' Istennek, hogy nagyon-nagyon helyén volt a szívük a játékosoknak, és amellett, hogy jó egyéni teljesítmények voltak, úgy érzem most csapatként is nagyon-nagyon kellett. Ez a jó teljesítmény. Ugye mi Remili Mohamedet választottuk a mérkőzés legjobbjának, de hát választhattuk volna több más játékost is, gondolok itt Lázok Jánosra, aki rengeteget lőtt, kapura gólpaszt is adott, vagy Vég Zolira, akinek ugye annyi sok védeni valója nem volt, viszont nagy kulcs szerepe volt abban szerintem, hogy ezeket a hosszú indításokat lefülelje, mert volt egy pár ilyen. Igen, pontosan ezt éreztük, amikor elindult a bajnokság, hogy egy-egy posztra nagyon kell még egy-egy rutinosabb játékos, hát Vég Zoli pont ilyen volt. Nem azért, mert éppen a fiatalabb kapusunkkal, hogy beszéltük a mérkőzés előtt, probléma volt, hanem azért, mert a sok fiatal játékos van a csapatban, és nagyon kell, hogy hátulról ezek el legyenek osztva ezek az emberek. Még azért így is volt egy-egy hiba, amit majd mindenképpen javítanunk kell, akár csak éppen a bekapott gólra gondolok, de úgy érzem, hogy ebből már tudunk majd építkezni.